Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, már is elrepült egy hét, itt az újabb weekend. A mai adásban szó lesz a Boldogság világnapjáról, ellátogatunk a Beregi Múzeumba, belehallgatunk Boros Misi előadásába, és azt is elmondjuk, melyik előadás olvasó próbái kezdődtek nemrég a Móricz Zsigmond Színházban. Először azonban a múlt hétvégi ifjúsági néptánc antológiáról lesz szó, vendégünk Demarcsek György. Szia Gyuri, jó estét! Szép jó estét mindenkinek! Hát nagy ünnep van egyébként az együttes házatáján. Tulajdonképpen indul a B oldal, mondhatni, ugye? Hiszen 50 éves lett a nyisség. Igen, hát bár én lennék 50 éves, de az együttes 50 éves, ez egy táncegyüttes életében ez egy nagyon szép kor. És hát igyekszünk ezt méltóképpen megünnepelni, és ennek volt az egyik állomása éppen az elmúlt hétvége, amikor az ifjúsági néptánc antológián sikerült szerepelnie az ifjúsági csoportjainknak és a felnőtt néptánc antológián, mert ezek egy napon voltak. A felnőtt antológia a Budapesti Operettszínházban, ott pedig a Nyírség Tánc Együttesnek sikerült ismét. 37. alkalommal vettünk részt, tehát az elmúlt 40 évben egyébként 37-szer voltunk a néptánc antológián, ez óriási dolog egyébként. Én is azt gondolom, hogy már maga az 50 év, ami lehet, hogy egy átlagember számára nem tűnik olyan soknak, de hát próbáljon meg valaki akár egy szakkört irányítani, hogy ugye az mennyi mindennel jár, és úgy végigvinni egy együttest, hogy bármilyen világhelyzet, bármilyen politikai helyzet, bármilyen érdeklődés jellemzi az adott ország lakóit, az együttes mégis létezik, sőt, nem csak létezik, hanem sikert sikerre halmoz, hiszen az elmúlt évnek nem is tudom, hogy megszámoltátok-e, hogy például hány aranysarkantyú született a nyírség táncosok életében? Az igazság, hogy még nem kezdtük el ezeknek a megszámolását, azt tudjuk, hogy nagyon sok, és hogy nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, de most ugye először is így az év elején, az első negyedében az antológiákra koncentráltunk, most pedig egy műhely munka folyik a társulatban, egy új műsort készítünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye táncait dolgozzuk fel ebben, és zenéit, és énekeit, és természetesen vetítéseken megjelennek a megye szépségei, nem csak a táncban, hanem az épített örökségünk, a tájak és az emberek, a portrék, és a sok minden. És hát majd év végén lesz igazából az 50 éves jubileumi gálaműsor, amikorra majd elkészülnek ezek a számvetések, hogy hány sarkantyú, hány aranygyöngy és hány fellépés és ilyenek, úgyhogy lesz még erről is szó. Egy picit akkor kanyarodjunk vissza a hétvégi antológiához. Mivel léptettek föl, illetve hát milyen eredménnyel zártátok ezt a hétvégét? Igen, tehát itt igazából ezen a hétvégén az volt az eredmény, hogy oda eljutottunk ismét, hiszen az antológiákra be kell nevezni, és az előző évnek, az előző két évnek a terméséből lehet. Tehát magyarul új koreográfiákkal, új művekkel kell benevezni, és az még nem elég, hogy a koreográfia új, az együttesnek is mindig meg kell újulnia. Tehát Nyírség Tánc Együttes, Bohács Brigitta és Éder Robert Fordóink Egyet című koreográfiájával, székelyföldi anyagból készült, leginkább magfalvi táncokból állt. Ezzel léptünk föl, ezzel sikerült bejutnunk ismét az antológiába. Az ifjúsági csoportunk pedig Rexáné Nagy Anika és Ugyan Attila táncával, a Nagy Dobronyi táncokkal, rontás-bontás, hihetetlen hiedelmek Nagy Dobronyból, ez volt a pontos címe. Ugye ez egy kárpátaljai település, és ennek a településnek a táncaival léptek föl, és hát fantasztikusan jó sikerült mindkettőnk számára. Tehát itt ez volt az eredmény, hogy bejutottunk, és hogy jól szerepeltünk az Operettszínházban, illetve a Kőrösi Kulturális Központban. Hát ez szívemnek különösen kedves, az én keresztanyám 87 éves és Nagy Dobronyban él mind a mai napig, és valóban ott még őrzik a különböző tradíciókat. Ugye éppen arra gondoltam, hogy lehet-e még újat a nap alá varázsolni, akár koreográfiában, akár bármilyen tánccal kapcsolatos megmérettetésben, hogy látod? Mindig lehet újat, hiszen a néptánc koreográfia készítése az sok úton tud zajlani Magyarországon, de az alapvető az, hogy meg kell tanulni annak a településnek, kisebb tájegységnek az anyagát.
Ugye mi ebben folyamatosan otthon vagyunk, hiszen mi nem csak most csináljuk, készítjük ezt a műsort, ami kimondottan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a táncairól szól, hanem a különböző tájegységeknek a táncait megtanuljuk. És amikor a csoport vezetője, az ifjúsági csoport eljutottak oda, hogy na, ez egy nagyon jó kis anyag, látták, ezt nem olyan régen, néhány évvel gyűjtötték ezt a nagy dobronyi anyagot, akkor ők ezt megkértek oktatókat, hogy jöjjenek el megtanítani, és ebből a csoport vezetői készítették el a koreográfiát. Így volt a felnőtt együttes is, a Bohács Brigittának és Éder Robertnek, a művészeti vezető kollégáimnak a kedvenc tájegység a Székelyföld. Ők nagyon sokat járnak, gyűjtöttek és tanultak, és ezért készült székelyföldi anyagból. Nos, hát november 30-án akkor azt gondolom, hogy egy szédületes 50. születésnapi gála műsor lesz, majd még a részletekről úgy is kérdezünk, addig pedig hát mivel lassan itt a tavasz, és aztán reméljük, hogy egy klassz nyár is vár ránk, ahol biztos vagyok benne, hogy láthatjuk majd a táncosokat, akár Nyíregyháza színpadain is. Köszönjük, Gyuri, és gratulálunk szívből. Maradunk a művészetnél, de a Vasvári Pál gimnáziumban folytatjuk, ahol nemrég Művészeti kaland címmel szerveztek komplex vetélkedőt. A vasváris diákszínjátszók Disney meséket játszanak el néhány képben az általános iskolás versenyzőknek. Ez volt az egyik feladvány, amelyet a csapatoknak meg kellett oldani. A feladatok összeállítói Tarné Pásztor Nikoletta a dráma és Puskás Bernadett az énekzene tagozat vezetői olyan készségekre fordították a figyelmet, amelyek birtokában a gyerekek könnyebben illeszkedhetnek be bármilyen közösségbe, illetve érhetnek el sikereket mind a tanulás, mind a szociális kapcsolatok terén. A szervezők szeretnék szorosabbra fűzni a Vasvári Pál gimnázium kapcsolatát az általános iskolákkal, hiszen hosszú távon közös érdekük, hogy ismerjék egymás munkáját, bepillantást nyerhessenek abba az oktatónevelő munkába, ami az egyes intézményekben zajlik, ugyanakkor megvalósítsák a jó gyakorlatok cseréjét a gyakorlatban is. A vetélkedő ötletgazdája és szervezője Gulyás Anita tanárnő volt. Ezt a komplex művészeti vetélkedőt az általános iskolás gyerekeknek találtuk ki. Nem titkolt szándékunk, hogy megerősítsük az együttműködést az általános iskolák és a Vasvári Pál gimnázium között. Ezen belül a Vasvári Pál gimnázium szakmai tagozatának munkáját szeretnénk egy kicsit megerősíteni, illetve szeretnénk bepillantást nyerni az általános iskolában dolgozó kollégák munkájába is, hogy kicseréljük a jó gyakorlatokat, ötleteket adjunk egymásnak, egy szóval inspiráljuk egymás munkáját. A gyerekek tulajdonképpen november óta készülnek egy kreatív bemutatkozó feladattal. Az a lényeg, hogy a művészetek minél több ágát fedjék le ebben a művészeti, vagy ebben a bemutatkozó feladatban, de lesz improvizációs játék, lesz mesefelismerés, illetve lesz dalszövegírás, egy szóval minden olyan, ami az énekzene és a dráma, tehát a színjátszás témakörét átöleli. Három általános iskola 7. tanulói vetélkedtek, a Túróci Zoltán evangélikus, a Nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskola, valamint a Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye, mentortanáraik Éles Viktória, Gazdag Károlyné és Szent Miklósi Krisztina felkészítésével. Mennyire lelkesen jöttek az apácaisok erre a vetélkedőre ma a Vasváriba? Nagyon lelkesek voltak, már hetek óta készültünk, sőt már december óta erre a találkozóra, és egy külön kis filmmel jöttünk, ahol bemutatkoznak a lányok egy-egy mondatban, és meg is tudhatják majd a vasvárisok, hogy melyik a kedvenc órájuk. És esetleg a későbbiekben beszéltek arról a gyerekek, hogy majd a Vasváriba készülnek? Tehát vannak ilyen tervek? Én már eleve úgy kérdeztem, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne a Vasvári gimnáziumba jönni, akkor azok közül jelentkezzenek vállalkozó szellemű gyerekek, úgyhogy valószínű, hogy közülük majd leendő vasvárisok lesznek. És felkészítő tanárként hogyan fogadta ezt a versenyt? Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Minden ilyen alkalmat meg kell ragadni, úgy gondolom, hogy az általános iskola és a gimnázium között legyen egy szoros kapcsolat.
Miért fontos ez a mai rendezvény a Vasvári Gimnáziumnak, illetve az általános iskoláknak is? Lezajlik lassan a 2024-25-ös beiskolázási időszak, tehát a nyolcadikosok már tudják, hogy hol fogják remélhetőleg folytatni a tanulmányaikat. Így aztán mi a hetedik évfolyamos tanulókat céloztuk meg az iskola marketingnak ezen a jeles eseményén, ami ma lesz, mert ez egy remek alkalom, hogy megismerheti az iskolát kötetlen körülmények között, megismerheti a tanárokat. Ezt a képzési formát, amit az énekzene dráma jelent, ez külön is megismerheti. Nekünk pedig az iskola marketingnek jó eseménye, hogy egy kicsit reklámozhatjuk az iskolát. Ebben az iskolában már 55 éve van énekzene tagozat, és 2011-től pedig dráma tagozat is, és nagyon fontosnak tartom az utánpótlást. Ez egy remek lehetőség arra, hogy a gyerekek megmutassák tehetségüket, képességüket és elkötelezettségüket a művészet iránt. Mivel még most a vetélkedő előtt vagyunk, nem tudok arról beszámolni, hogy milyen remek élményt fog ez nyújtani, de bízom benne, hogy a gyerekek is nagyon jól érzik majd magukat, és mi a zsűri is. Ezután fogjuk értékelni majd a produkciójukat. Jó, akkor az első ráadat fogjuk kezdeni. Mi az, amit adott nektek a drámatagozat itt a Vasvári Gimnáziumban? Én nem vagyok drámatagozatos, én egy másik tagozatról jöttem. Én a VSK-ba járok, ami a Vasvári Pál Gimnáziumnak a színjátszóköre, ami egy elég kiemelkedő kis csapat, hiszen versenyeken elég magas helyezeteket érünk el, és egy nagyon szuper hely. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik mondjuk másfajta orientálódásúak, és mégis a drámában érdekeltek, viszont magáról a drámatagozatról szerintem Dorka nagyon szívesen tud beszélni. Nekem számomra ez a szak nagyon sokat adott, mert egyrésztről önbizalmat mindenfajta szinten, másrésztről pedig ennek a szaknak köszönhetően rendezhettem meg az első darabomat tanárnő segítségével, aki egy hatalmas érzelmi és nagyon nagy támogató volt ebben is, és nagyon sokat készített engem fel, akár versenyekre, akár például most, hogyha menni fogok majd felvételizni az SFE-re, ugye a színművészetire, tehát abban is nekem nagyon sokat segített, és ez a szak is nagyon sokat adott ebben. És hetedikesként mit szólnátok ahhoz, hogy részt vehettek egy ilyen rendezvényen, mint ez a mai? Fú, hát én amúgy őszintén nagyon örülnék. Én nekem nagyon gyökerekben nyúlik vissza az, hogy én a drámahoz mennyire kötődöm, hiszen nekem általános iskolában is volt Bakter Zsuzsa tanárnő, akihez drámára jártam, és ő velem megszeretette ezt a művészeti ágat, és én amúgy örültem volna, hogyha lett volna akkor lehetőségünk, viszont megértem az izgalmat is a diákokban, viszont szerintem nagyon szuper feladatokkal készült tanárnő is, és a program is nagyon jó lesz. Be kell valljam, irigy is vagyok azért a mostaniakra, hogy nekik van ilyen, mert amikor még én is drámára jártam, nem volt. Én 6 évet jártam ezelőtt színjátszóra általánosban, és nagyon jó lett volna, hogyha van egy ilyen megmérettetés, ahol mi is ki tudjuk próbálni magunkat különböző szinteken. A csapatokat Mikó Gyöngyi, a gimnázium nyugalmazott tanára, a drámatagozat alapítója és vezetője, Páskó Judit, az intézmény igazgatója, és Bódis Vajnárovics Viktória, az iskola egykori énekzene tagozatos tanulója, a Mandala Dalszínház társulatának tagja értékelték. A szervezők bíznak abban, hogy ezzel a programmal egy olyan hagyományt tudnak teremteni, ami gyümölcsöző és aktív kapcsolatot fog eredményezni az általános iskolák és a gimnázium pedagógusai és tanulói között. Egy újabb művész érkezett hozzánk a stúdióba, egy mestercukrász szemében, aki nemrég egy stuttgarti kulináris olimpián szerzett bronzfokozatot, vendégünk Kolonai István. Szia István! Kívánok, én is köszöntöm a nézőket, szervusz! Nem egyedül érkeztél, hanem a díjnyertes alkotásoddal, ez pontosan az, amelyet a zsűri is értéket? Az a munka már, ami maradt belőle, mert például egy cukorból volt egy kötélfonat, ami a másik kezében volt, de már egy-két részlet elolvadt a párától, illetve kisebb pici törések vannak, de úgy gondolom, hogy még most is van annyi kisugázása, hogy érdemes megmutatni a nézőknek.
ez a Hemingway-nek az öreg halász és a tenger ihletéssel indult el. Nagyon fontos, hogy az ilyen versenyeken olyan témát válasszunk, amit mindenki megért. Szoktam mondani a Döbrögi urat a Ludas Matyi meséből, hogyha őt választottam volna, és egy fához lett volna kikötőzve, mi nagyon jól derülünk rajta, ismerjük, de a nagyvilág nem ismeri, de úgy gondoltam, ezt mindenki fogja ismerni, és így is volt. A könyv van legalul, arra van ráépítve az egész, a köré összpontosul minden, amit látunk. Légiesen van elhelyezve, a sarkára van, hogy még artisztikusabb legyen, még nehézségi fokot még képviseljen, még könnyedebb legyen a látványa, és ezen áll a képzeletünkben megjelenő halász a szigonnyal, a másik kezében volt egy cukorból egy kötél, és a élete legnagyobb hala, ami éppen előtte felbukkant. Alul még tengeri jelenetek, csillag, kagyló, kis tengeri sziklák helyezkednek el, és az egész egy fekete szezámmag és hagyományos szezámmag keverékének a varázsából készült. Tehát ez a tarpazat, ez amire a tarpazat. Mondjuk egy laikus azt hinné, hogy valami ilyen márványszerű igen. anyag. Igen. Itt illik is, és kell is játszani a magvakkal, kívülről nem lehet színezni, és így a magok váltakozásával lehet nagyon szép színeket elérni, illúziókat. Például most már nem látszik, de a szeme is tekintetet fejezett ki a halnak, mert a középső része teljesen áttetsző cukorból volt, ami köré a fekete szezámmagból és a mágból keverékéből készült grillást tette a keretet, és szabályosan tekintetet lehetett érezni, ahogy ránéztünk. 4 évente rendezik meg ezt az olimpiát, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy van idő a felkészülésre, legalábbis azok számára, akik ennek a mondhatni művészeti ágnak a mesterei, illetve hát maga a gasztronómia területén jelesek és a cukrászat területén, de hát azért gondolom, hogy nem mind a 4 évet azzal töltötted, hogy erre az egy kompozícióra készülj. Mennyi időt telt el az ötlet és a megvalósítás igen. között, illetve hát hányszor kellett elkészíteni igen. ezt? A valóság az, hogy én nem ebből élek, hogy olimpiára járok meg versenyezni. Ez a munkaidő után saját költségemben bérelek egy konyhát, ez a start konyhája, és oda járunk rá munkaidőn kívül dolgozni szombat vasárnapon, és este 9, körülbelül 9:30-ig. Ez a munka körülbelül fél évet vett igénybe, ebből 4 hónap elment, hogy mire tálaljuk, a gondolatokra próbákat csináltunk, kisebb próbákat ennek az elkészítése során, és 2 hónap volt, amikor igazán intenzívben ment, pihenőnapok nélkül és teljes mértékben. A kiutazás után ott 24 óra volt még így, felállítottam a könyvet a sarkára, a halacska, hogy ugrik ki ezeket a kis részletek beállítására. Igen. Bocsáss meg, az jutott eszembe, hogy azért a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy azért ez egy bődületes verseny, tehát itt több mint 55 országból 1200-an indultak, és ugye volt azt hiszem 88 csapat és több mint 520 egyéni kiállító. Igen, valóban több mint 1200 versenyző volt, de nagyon sok kategória van, tehát ez az 1200 fő, ez oszlik több kategóriába, és 5 napon keresztül ment, és minden nap új arcok, új versenyzők, új versenyszámok jöttek fel. Még azt is tudni kell erről az olimpiai verseny kategóriáról, hogy nem csak egy első van, egy második, egy harmadik, hanem úgy van, mint egy matematika verseny. Vagy egy feladatlap, 95 ponttól 100-ig az az 5-ös, az aranyérem, 88-tól 94-ig az a 4-es, és az ezüst. Például az aznap csak én indultam ebbe a kategóriába, és mégsem én lettem az első, hanem az összpontozás révén bronzérmet értem el. Ez úgy jön ki, hogy 10 zsűri van, és hogy igazságos legyen, aki a legmagasabb pontot adja, és aki a legkisebb pontot adja, neki kiesik, és az átlag középen lévő 8 személynek, akik legjobban együtt értenek a szakmai pontozással, azoknak a pontszáma érvényesül, és így bronzérmes lettem, hiába aznap ebbe a kategóriába én voltam egyedül. Gondolom, hogy rengeteg mindent láttál az olimpián, esetleg van-e olyan kategória, amivel még kacérkodsz mondjuk 4 év múlva? Igen, én valamikor
csokoládéval akartam indulni, de a Szabó Sándor Máté Szalkai cukrászmester barátom mondta, hogy István, te olyan, te a grillásban vagy otthon, miért kezdesz egy új témakörbe, és meggyőzött, és valóban én nagyon csodálom ezt az anyagot, hogy úgy, mint a márványban a kagylónak a lenyomata, vagy kis maradványok megragyog, ebbe pedig a magok varázsa ugyanúgy megragyog számomra. Nagyon érdekes anyag, mert nagyon melegen kell vele dolgozni. A cukor készítése során 140-150 fok is az olvadási pontja, a magokkal bekeverve, meg mikor meg kell munkálni, 70-80 fokos van. És, ha abból megszobrázkodunk valamit, úgy néz ki, mint én vasárnapi ebéd után, hogy így dől el. És ami viszont szobahőmérsékleten van, meg eltörik, nem tudunk vele dolgozni. Nagyon kell ismerni a szeszélyét, a fogását, nagyon védeni kell a párától, mert ugye cukorból van. Úgyhogy ez egy ilyen anyag, de nagyon lehet szeretni, és nem bántam meg, hogy ebbe maradtam grillás kategóriába. Amit még annyit hadd mondjak már el, hogy az egy dolog, hogy én bronzérmes lettem, de sokkal nagyobb jelentősége van számomra, hogy a magyar grillást vittem el a világba bemutatni. Még Magyarországról három fő volt, aki a grillást ilyen szintre emelte. Az első Rimóci László, a másik Estó Klára, aki nekem a csapattársam. Ő a világbajnokságon ezüstérmes lett, és most ez az öreg halász hozott újra egy bronzérmet a Magyarországnak. Fantasztikus varázsa volt egy magyar zászlóval a kezembe a világot képviselni a magyar grilláson keresztül. István, azt gondolom, hogy ez egy nagy fogás volt, és kívánjuk, hogy még hasonló élmények és sikerek ötvözzék ezt az igen érzékeny műfajt, aminek azért te egy édes szobrásza vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt jártál. Én köszönöm a meghívást, minden jót kívánok. Kedves nézőink, a Móricz Zsigmond Színházban folytatjuk a víkendet, ahol nemrég kezdődtek a Nők az ideg összeomlás szérén című musical olvasó próbái. Az 1980-as években vagyunk még hozzá Madridban, Nők az ideg összeomlás szélén, de ennek volt egy eredeti filmes változata is. Beszéljünk egy picit arról, mennyiben hasonlít, vagy éppen különbözik a kettő? Annyiban hasonlít, hogy a szövegkönyv az egyrészt többé-kevésbé követi a filmnek a szerkezetét, de inkább vagy a lelkülete, vagy a szellemisége azt szerintem, ami hasonlít, és ami ennél az anyagnál, ami egy Broadway musical, nagyon-nagyon jót tesz ez a hasonlóság. Arra gondolok, hogy a filmes gondolkodást az meghagyta ez a szöveg, ez az alapanyag. Tehát mindenféle olyan ilyen vadállati jelenet van benne, ami színpadon mindenképp valamilyen szabad fantáziát, meg kreativitást igényel. Arra gondolok, hogy láthatunk itt taxis üldözés, lövöldözéseket, egy reptéret megpróbálnak felrobbantani, snittekben gondolkodik itt is a szerző, tehát van, hogy párhuzamosan történnek dolgok, tehát egy nagyon mozgalmas és alapvetően filmes logika alapján létező anyag, ami hát engem, hogy is mondjam, játékra hív, és remélem, hogy majd a színészeket is. Mennyire nehéz ilyenkor ezt a filmes gondolkodást átültetni színpadra, azért ez a kettő, ez teljesen különböző. Igen, hát ez még előttünk áll, itt a próba folyamat erről is fog szólni, hogy ezeket hogyan oldjuk meg, de valószínűleg az szükséges hozzá, hogy egy nagyon, hogy is mondjam, szabadon és nagyvonalúan kezelni a színpadot, tehát azt, hogy bármiből lehet bármi, és azt az élményt, hogy itt bármi megtörténhet, bármikor fölbukkanhat egy alak, aki lehet, hogy nincs is benne abban a helyzetben, de van mondjuk egy gondolata róla, van egy komment, amit oda beszúrna, ami jó esetben nagyon szellemes, vagy éppen előre lendíti a történetet, tehát akkor járunk jó nyomon, hogyha valami nagyon színes és szabad fantáziával képzeljük el ezeket a helyzeteket. Talán ezért is kapott maga a film 25 díjat, hogyha jól tudom, és rögtön kultfilm is lett. Ez a tény, ez megnehezíti, vagy megkönnyíti, vagy milyen érzéseket kelt benned, hogy egy ilyen kultfilmet kell színpadra állítanod? Alapvetően nem tudom, hogy mennyire van az Almodóvár életmű egyáltalán ma az emberek fejében, mint egy ilyen erős, tehát mindenkinek szerintem van erről egy gondolata, vagy aki ismeri nagyjából az Almodóvár filmeket, hogy ez nagyjából milyen lehet, milyen világ.
Ha jól gondolom, akkor ez a korai filmei közé tartozik, és itt még nagyon erősen a történet mesélése áll a fókuszba, itt a rendezőnek is, ami azt jelenti, hogy ez mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk a Mindent anyámról, ha vesszük, akkor ahhoz képest ez a filmje, ez bizonyos értelemben szolidabb, fogyaszthatóbb, kevesebb a bizarr elem, de már megjelennek benne azok a invenciók, vagy azok a filmnyelvi eszközök, amiket már később is használt. Tehát ilyen szempontból teljesen az Álmodóvár életműnek egyik fontos darabja. Viszont azt képzelem, hogy ez széles rétegeknek, akár színházban is, hogy mondjam, jó értelemben fogyasztható, vagy egy kedves tud lenni. Na de most már hagyjuk is a filmet, beszéljünk magáról, a darabról egy picit, hogy nem ez az első rendezésed itt Nyíregyházán. Ennek fényében milyen elvárásaid vannak, mennyire ismered ezt a színészgárdát, akikkel most együtt fogsz dolgozni? Hát ez nagyon jó érzés, hogy ha egyrészt ugye visszahívják az embert, de azért is, mert akkor már nem a nulláról indul, hanem akkor már bizonyos színészekkel eljutott egy pontra, és onnan lehet folytatni. Tehát ez egyfajta, hogy is mondjam, erősebb építkezés. A színészgárdában olyan vegyes, hogy van, akivel már dolgoztam, van, akivel ez az első találkozásom, és ez mind a kettő igazából engem felvillanyoz, mert van, ahol már tudom, hogy úgy nagyjából mire számíthatok, és tovább tudunk jutni egy közös kísérletezésben. Van, akire meg nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon várom a találkozást. Kimondtál egy kulcs szót, hogy közös kísérletezés. Te melyik típusú rendező vagy? Mennyire engeded, hogy a színészek beleszóljanak, vagy egy kicsit formálják magát a darabot a te elképzeléseidhez képest? Engedem. Úgy dolgozom, hogy vannak ilyen cölöpök a fejemben, vannak irányok, amiket szeretnék viszont látni, vagy képviselek, de nagyon engem is felvillanyoz, vagy inspirál az, hogyha ők ezt belakják, és saját képükre formálják, és elkezdik az ő ötleteikkel is dúsítani, és formálni. Tehát ilyen szempontból én a közösségi alkotásban hát hiszek is, meg ebben érzem jól magam. Április végén már látható is lesz a darab itt a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Aki esetleg úgy fog eljönni megnézni, hogy nem látta a filmet, ő mire számíthat? Nem kell hozzá látni a filmet, tehát jó esetben teljesen érthető és élvezhető lesz a film ismerete nélkül is a dolog. És azt remélem, hogy aki viszont látta, az bőven kaphat újdonságokat és egy olyan szemszöget, már óvatatlanul azáltal, hogy ez színpadon van, hogy olyan megoldásokkal találkozhat színpadon, ami jó esetben élvezetes, és a történetet segíti és behúzza a nézőket. Ez egy alapvetően szellemes anyag, tehát jó esetben fogunk nevetni a nézők is, és mi is a próbákon, de annyiban egy nagyon jó történet, hogy az jó, hogyha az történik, hogy egy oldott és felszabadult és egy vicces pillanat után egyszer csak nagyot tudunk zuhanni, és egyszer csak az ember gyomrában érzi, hogy itt valami keményebb, vagy elgondolkodtatóbb, vagy olyan pillanat van, ami valójában mélyebbre megy, és ebben nagyon ügyes arányérzéken dolgozik a film is, meg a színdarab is, hogy ezek a pillanatok váltják egymást. Ezzel az összeállítással véget ért a víkend első része, de ne menjenek messzire, mert a Vármegye legfrissebb hírei után folytatjuk. Üdvözlöm újra a víkend nézőjét, az adás második része csupa B betűs összeállításokat tartogat, lesz itt Beregi Múzeum, Boros Misi és Boldogság világnapja. Kezdjük is ez utóbbival. Az ötlet a kis himalájai buddhista királyságtól, Butántól származik, és bár Észak-Magyarország nem szerepel jó helyen az ország boldogság térképén, mindenképpen érdemes a témával foglalkozni. Talán nem is kezdődhetne mással, mint zenével egy olyan előadás, mely a boldogság fogalmát boncolgatja.
A boldogság szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen határozható meg. A boldogság egy olyan pozitív érzelmi állapot, melyet az elégedettség, öröm és elégedettség érzet jellemez. Számomra elsősorban a családot jelenti, mivel ők a legfontosabbak számomra, és őket szeretem a leginkább. Velük leginkább ilyen, amikor elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk ilyen közös bálokra, és ott szórakozunk együtt, vagy ugye az otthoni programok, úgy együtt vagyunk, meg számomra, hogy ilyen az én kedvenc tevékenységeim, meg csinálunk, vagy hobbiaimat, mint például, hogy szeretek olvasni, és azzal, hát el vagyok vele, jól szórakozom, szeretem. Nagyon fontos eszköz és nagyon fontos végcél az, hogy a Nyíregyházi Egyetem hallgatója boldog legyen, mondta el Körei László egyetemi oktató, a mentálhigiénés és az esélyegyenlőségi központ vezetője. Szó esett wellbeing stratégiákról és a boldogságkutatás aktuális tendenciáit is számba vették a lélekemelő délutánon. A mai délutánon itt a hallgatók mi mindent tanulhatnak meg, vagy mit sajátíthatnak el saját boldogságuk érdekében? Be fogom mutatni Szonya Lubomirszkinek azt a modelljét, ami nemzetközi kutatásokon alapul. Ugye tudomány népszerűsítő jelleggel is jöttünk ma itt össze. Azt a modellt, amely bemutatja, hogy alapvetően 50%-ban öröklött, és további 50%-ban szerzett faktorok azok, amelyek az egyéni jóllétet, az egyéni well-beinget, az egyéni boldogságot meghatározzák. És azt a szemléletet kívánom a tisztelt hallgatóságnak és valamennyi egyetemi polgárnak közvetíteni, hogy bármilyen magánéleti, családi, életvezetési problémánk van, ezzel szembesülve az egyén manőverezései, az egyén teherbíró képessége, megküzdő ereje mutatja meg a boldogság igazi faktorát. Tudunk örülni egy tárgyi ajándéknak, tudunk örülni egy emberi kapcsolódásnak, egy élménynek, az időjárásnak, számos apró öröm élvezetéből alakul ki a boldogság faktor az egyénnél, és be fogom mutatni azt a toxikus pozitivitási faktort is, amellyel át lehet billenni a másik oldalra. Tehát akkor valaki extrém módon kezd el nagyon spirituálisan gondolkodni, nagyon önfejlesztésbe kezdi, nagyon erőltetesen azt a pozitív mosolykát hangsúlyozni, akkor bizony átesik a másik oldalára. Nagyon fontos, hogy az egyén ezt eldöntse, legyen 3-4-5 olyan ember mellette, akivel ezt meg tudja osztani, legyen legalább ugyanannyi ember szövetségesként, aki ezt vissza is igazolja számára, hiszen a boldogság egy nagyon fontos szerzett faktor az, hogy milyen visszajelzéseket kapunk az élet vezetés területéről, hogy jó irányban vagyunk, rossz irányban vagyunk. A boldogság egy nagyon fontos faktor a tükör. Egyrészt a mentális tükör saját magunk számára, másrészt az a nyitott tükör, amit a társadalom tagjaitól várunk. Hogyan lehetne a boldogságot definiálni, megmagyarázni? Egyéni út a közösségi célok mentén a világ megismerésére és a világ teljességének egy csöpnyi befogadására. Én valahogy így definiálnám, de hát tőlem szakavatottabb Csíkszentmihályi Mihály, aki ugye magyar-amerikai kutató, ő a flow élmény kapcsán fogalmazta meg azt a tézist, hogy az egyén eljut egy olyan áramlási irányzatba, amikor is a mentális állóképessége magas szinten van, és egy általános jólléti well-being állapotba kerül. Hogy ez kinek mi, ez az egyéni szükségleti hierarchiától is függ. Ez nagyon nagy részt az egyéni megéléstől, a biológiai, genetikai faktoroktól függ, nagyon nagy részt. A másik rész pedig az, hogy a társas világot hogyan vesszük birtokunkban. Birtokolni akarunk-e szerezni, gyarapodni, gyarabítani, gazdagítani? Ezen áll vagy bukik az egész. Vannak-e olyan időszakok, amikor több ilyen van az életünkben? Tehát levezethető ez, vagy inkább azt lehet mondani, hogy ez csak rajtunk múlik, hogy a flow élményeinket mi magunk hogyan állítjuk elő? Nagyon-nagyon jó a kérdés. Nagyon nagy része rajtunk múlik a mi mentális tükrünkön, a mi nézőpontunkon és a mi keresztmetszetünkön, hogy minek tudunk igazán örülni. Ha valaki nekem azt mondta volna 3 évvel ezelőtt, hogy itt a szomszédunkban háború lesz, akkor én szakemberként is azt mondom, hogy ez szinte teljesen lehetetlen, és ma itt vagyunk. Ma tudunk örülni annak, hogyha béke van a gondolatokban, béke van a lelkekben, és a fölösleges konfliktusainkat kizárjuk.
Ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, vagy 4 évvel ezelőtt azt mondja, hogy egy világjárvány bezáratja a fél országot, és megváltoztatja az élethelyzetünket, online oktatásra állunk át, hibrid munkavégzés, a társas kapcsolataink valamilyen szinten sérülnek, akkor szintén azt mondom, hogy ez elképzelhetetlen a 21. században. És megéltük, átéltük, túléltük, azzal a fajta manőverezéssel, hogy megtaláltuk abban is azokat a proaktivitási faktorokat, amelynek mentén berendezkedtünk egy olyan létbe, hogy ez nem fog örökké tartani, túl leszünk rajta, megéljük, átéljük, feldolgozzuk, sajnos nagyon sok veszteséget, mert mind a halálesetek, mind a nehéz életkörülmények megnehezítették az emberek gondolkodásmódját, és hogy ki szabadultunk, látjuk azt, hogy az emberek változtak nagyon sokan. Nagyon sokan érzékenyebbek lettek, valakik kegyetlenebb módszerekkel kezdtek el dolgozni. Ez nagyon változó, és ennek a megértésében a mentálhigiénés szemlélet, a holisztikus nézőpont, amikor az embert egy testi, lelki, szellemi, társas és spirituális egységként értelmezem, vagy értelmezzük, nagyon sokat tud segíteni. Szükség van a mai embereknek, akár hallgatóknak, akár pedagógusoknak, egyetemi tanároknak arra, hogy megtalálják azokat a visszatérő flow élményeket, amik segítenek egy átlagos jólétet szinten tartani? Mindenféleképpen, hiszen a múltnak az értelmezése az egyfajta szintézisként van jelen a boldogság portfóliónkban, és hogy ezekre hogyan emlékezünk vissza, mit tanultunk belőle, hogyan éltünk át. Ugye én megírtam életem nagy könyvét, ez a munkahelyi és szervezeti mentálhigiéné, és nagyon örülök annak, hogy egyre több hallgató ezt olvassa, tanul belőle, ez egy egyetemi tankönyv, és egy olyan jelleggel, ami egy új kezdést tud adni a hallgatóknak, egy új löketet, egy mentális inspirációt, ez mind-mind nagyon fontos. De itt a lassan a jó idő, nagyon fontos ilyenkor, hogy a testi és a lelki egészség holisztikusan együtt működjön. Fontos, hogy nagyon sokat legyünk a szabadban, a megfelelő alvás, az én idő kialakítása, és a társas kapcsolatoknak a nyitott minősége az egy nagy sét ebben a gyönyörű városban, hiszen Nyíregyháza egy csodálatos város. Nagyon sok olyan város része van, ami a megyei jogú városok jelentős részének nincsen. Tehát ezeket az értékeinket is, ami nekünk természetes, külföldiek szokták mondani, meg vendéghallgatóink, kollégák, hogy hát ez egy fantasztikus város, nagyon sok lehetőség van, nekünk pedig ez itt adott, szerintem ezt értékelnünk kell, és felfedezni a jót a világban, a nemek helyett az igeneket, az életigenlést, a világigenlést, a rügyekkel együtt virágozni, mentalitás, természetesen a realitások talaján, ment, ha átéli az ember, a flow újabb élményeit is át tudja ezáltal élni, és hogyha ezt megosztja valakivel, az az igazi boldogság. Nemrég Nyíregyházán a Kodály Zoltán általános iskolában két koncertet adott Boros Misi, akit 11 évesen ismert meg a közönség, amikor megnyerte a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutatót. Az ifjú művész azóta a világ számos hangversenytermében fellépett már, jelenleg a diploma hangversenyére készül vele, és Szabó Dénessel beszélgettünk. Mi lesz ez a Mozart? Mi lesz a Mozart? Azt hiszem, bemutathatnánk, hogy mi az a legendás szonátaforma. A szonátaforma? Fölnyújtja a kezét, aki hallott már a szonátaformáról. Ott néhányan oda fönt az ezébe. Nem kell készülődni most? De kell! Miért gondolták úgy, hogy Boros Misit hívják meg erre a mai bérletes hangversenyre, illetve még egy koncertet is ad itt majd Nyíregyházán? Meg több oka is lehet. Hát először már láttuk a televízióban, hátul gombolós kisgyerekként elkápráztatott bennünket. Gondoltam, hogy egy fiatal művészt is érdemes elhozni Nyíregyházára, hogy a fiatalok lássák a perspektívát, ilyet is lehet csinálni. Másrészt meg találkoztunk korábban, és úgy tűnt, hogy egyet értünk bizonyos dolgokba, hamar megtörtént a megegyezés, azt mondta, örömmel és szívesen jön. Hát mi meg kihasználtuk ezt a lehetőséget, hogy a családi bérletbe a sok nagy tekintélyű művész után egy egészen elképesztő kis csoda gyereket is megmutassunk. Hisz itt ebbe a családi bérletbe, ami már évtizedek óta van, rendkívüli előadók
tartották fontosnak, hogy eljöjjenek. Nagyon szeretem őket, hogy értik, és nem csak magukért, hanem a jövőjéré zongoráznak. Kossuth Díjasok sorakoztak is sorba, Kocsis Zoltán, Kelemen Barnabás, Matúz István, Oncai Csaba, Perényi Miklós, és azt hiszem, hogy a sort nem is tudnám végigmondani, hogy 40 év alatt hány jelentős művész tisztelt meg bennünket. Ezt megelőzően beszélgettek-e arról, hogy Misi mekkora tehetség, és hogy ez úgy gondolom, hogy egy nagy megtiszteltetés, hogy ebben a bérletben ő is részt vesz, és itt nem csak zongorázik, hanem a zenéről beszélni is fog a gyerekeknek. Természetesen minden órán szóba került, hogy ma ez van, hogy Misi ide jön, és tudják, hát persze, hogy ne tudnák. Fölfogni nem biztos, hogy fölfogják. Hát, ha majd a koncert után már jobban, hogy mit jelent az, hogy ilyen is van. A virtuózok is jártak itt természetesen, és ebben a sorozatban most, bár nem hirdettük meg, mert egy kamara együttes jelentkezett, hogy szeretne jönni, de aztán időpont problémáik voltak, úgyhogy Lugosi Ali is a virtuózokból a következő hangversenyünknek a vendége lesz. Ez annál is izgalmasabb vagy érdekesebb nekem, mert noha 50 évvel ezelőtt a klarinét az egyik legdivatosabb hangszer volt a fúvós hangszerek közül, jó, lehet, hogy van annak már 60 éve is, a könnyűzene egyik meghatározó hangszere volt a Dixielet együttesnek is a vezetője, ma nagyon kevesen tanulnak klarinétozni. Itt az iskolánkban is most sokkal kevesebb, mint bármikor volt, és talán még a több évtizedes családi bérlet sorozatban talán még nem is volt szóló klarinét. Úgyhogy a virtuózok közül most Ali is eljön hozzánk. Sorral fogod meglepni itt a nyíregyházi közönséget ma?
Csodálatos műsorral készültem, illetve készülünk Szabó Dénes karnagyúrral közösen. Nagyon izgalmas a délutáni fellépés, ahol szinte kortársak jönnek, nálam azért már picit fiatalabbak, javarészt, akiknek egy igazi zenetörténeti túrát tartunk, úgymond, tehát a baroktól elkezdve Bartók Bélán át érintjük Mozartot, Beethovent, de még például Lisztet is. Úgyhogy izgalmas lesz, és az esti hangversenyen pedig hasonlóképpen, lehet, hogy a szerzőktől más műveket játszom, de az a lényeg, hogy ezek a stabil szerzők, akiket említettem, ők mindenképp velünk lesznek. Milyen az idei hangverseny évadod? Nagyon izgalmas az idei hangverseny évadom, rengeteg hangversenyt adok, nagyon különleges produkciókban is részt veszek, tehát a klasszikus szólókoncertekkel járom az országot, mellette zenekarokkal játszom, fesztiválok résztvevője vagyok, úgyhogy évente számtalanszor hallhat engem a közönség az ország különböző pontjain, gyakorlatilag havonta 3-4 alkalommal is megtalálható vagyok. Minap éppen Pécset játszottam, most ugye Nyíregyházán vagyunk, de még az idei szezonban az ország sok-sok pontjára ellátogatom. Vannak külföldi koncertek is, nyáron például 3 hetet majd Svájcban töltök, emellett Ausztriába utazom pont 2 hangversenyt adni a közeljövőben, de hát a világ számos pontján játszhattam már különböző kontinenseken számtalanszor, de hát ahogy mondani szokás, itthon a legjobb. Tanulmányaimmal nagyszerűen haladok, most lesz a diploma hangversenyem, tehát gyakorlatilag az alapképzést, amit a bachelornak hívnak, most teljesítem, és utána kezdem a mesteri tanulmányokat, úgyhogy nagyon szeretem csinálni, mert az is a zenéről szól, minden, ami a zenéhez kapcsolódik, nem csak a hangszeres játék, hanem az elméleti tantárgyak, a kamarazene, tehát másokkal közösen. Ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenkinek, aki zenével foglalkozik, legyen ilyen rálátása, ne csak erre a 88 billentyűre, bár hogyha hegedülünk a 4 húrra, vagy ha gitározunk, akkor a 6-ra, hanem sokkal többre. Mesterképzésemet is Németországban fogom teljesíteni, nagyon szeretem az ottani világot, amellett, hogy sokszor hazajövök és itthon is hallható vagyok a koncertpódiumokon és számtalan egyéb helyen is, úgyhogy a külföld mellett nekem nagyon fontos az itthonlét, és nagy, koncertjeim mondjuk 80%-a Magyarországon van, vagy 70-80%-a, úgyhogy sokat vagyok itthon, amellett, hogy a tanulmányaim Németországban folynak. És a virtuózok milyen szerepet tölt be most az idei évadban az életedben? Az idei virtuózok már a 10. évad lesz, mert 10 éve kezdődött ez a csodálatos műsor, aminek én az első évadában szerepeltem, tehát most ősszel, 2024 őszéről beszélek, és nagyon izgalmas évad lesz, annyit elárulhatok, nekem is különleges szerepköröm lesz ismét, lehet nem is egészen olyasmi, mint a legutóbbiban, ahol műsorvezető voltam, hanem még egy újabb szerepkör, majd meglátjuk, de nagyon-nagyon örülök, hogy részese lehetek majd ennek a jubileumi 10. ünnepi kiadásnak. És a 2023-as évi virtuózokban a műsorvezetés, mennyire érezted jól magad ebben a szerepben? Azt hiszem a legjobb erről a közönséget megkérdezni, de én magamat nagyon jól éreztem ebben a szerepkörben, hogy gyakorlatilag műsorvezetőként, mert ez ugyanaz, mint zongorázni. Ugyanaz lesz most például itt több száz gyermeknek beszélni arról, hogy milyen csodálatos a zene. Tehát igazából teljesen otthonos volt az a közeg, mert most is beszélgetünk, akkor is beszélgettünk, de a zongora is nekem egy ilyen kommunikációs eszköz. Tehát gyakorlatilag abszolút otthon érzem magam mindenben, ami színpad, azt hiszem ezt nyugodt szívvel mondhatom, mert ez az életem. Fotókiállítás várja az érdeklődőket Csonkakontya, Beszelt fala címmel, Vásárosnaményben, a Baregi Múzeumban. A fotók témája a népi építészet, de nem csak a lakóházakat és a gazdasági épületeket örökítették meg, hanem mindent, ami néprajzi szempontból fontos. Mennyi kincs és mennyi érték van itt a vén falak között. Még szebb napokat látott egykor, de lakója elköltözött. Rég voltak benne boldog évek, éltek itt boldog emberek, s a vénház most megrogyadozva az elszállt időn elmereng. Látott születést, éltek benne, volt gazdagság és volt nyomor, volt fényűzés és nagy mulatság, de mára megkopott, s komor. Mesélhetne szép szerelemről, s őriz sötét titkokat, s a véncserép is beereszt már, mikor az ég sírogat. Egyik felét már nem használják, üres az ól s a pajta is. A padláson nincs széna, szalma, üresen kong, s a hanghamis.
elmondaná, mi mindent látott, minek volt szem s fültanúja, görnyetten hajlik gerendája, s a múltba bámul a múja. Tégláiban még ma is élnek, s elmondaná, ha lenne kinek, mire valók a szép emlékek, ha titkuk nem kell senkinek. Írja Aranyosi Ervin. A Beregi Múzeum fotókiállításán vásárosnaményban csupa olyan ember gyűlt össze, akit érdekel ez a titok. A paraszti építészet, a paraszti élet és a mindennapok csak annyit adtak, amennyi kellett. Mindenkor mindennek megvolt a maga ideje és feladata. Beregdarócon járva volt-e olyan ház, olyan régi ház, ami megmaradt és szép emlékeket őriz? Jó pár ilyen ház van. És tényleg azt hiszem, hogy az a legjobb szó, hogy emlékeket őriz. És amikor az ember elmegy mellette, akár mondjuk gyerekként, akár már így felnőtt fejjel, akkor elfogja egy olyan érzés, ami megmagyarázhatatlan. Amikor érzi azt, hogy ennek a háznak ereje van, ennek az épületnek valamilyen üzenete van. És azt hiszem, hogy ha ezt érzi valaki, akkor talán pontosan tudja megérteni azt, hogy mi is volt az ősökben a rejlő erő. Mi volt az a régi paraszti tudás, amellyel tudtak házat építeni, nevelték a családot, együtt éltek a természettel, és ez a tudás ez ott rejlett a népi építészetben is. Azokba az épületekbe, a vályokházakba, a vesszőfonásba, a patisfalú épületekbe és mindenbe, a náttetőbe, és mindenbe, amit a paraszt ember tudott, azt beleépítette abba a házba, és amely neki az otthona, a hazája volt. És ez a paraszti építészetnek úgy gondolom az egyik legfontosabb üzenete, hogy ezt a tudást, amelyet ránk hagytak az ősök, és amely a mai világban egyre inkább kezd elveszni, ezt a tudást bizony életbe kell tartani, és pontosan azért, hogy mi magunk is majd életbe tudjunk maradni, tehát hogy az unokáinknak biztosítva legyen az a jövő, amelyet ránk hagytak az ősök. A képek az 1960-as évektől kezdve folyamatosan készültek a területünkön, tehát a elődeink, a múzeum valamikori alapítója, Csiszár Árpád, és ugye első igazgatója, valamint utódja, Felhősné dr. Csiszár Sarolta, javarészt ők fotózták ezeket a 60-as, 70-es, 80-as években, ezeket az épületeket, és nem csak lakóházakat, hanem gazdasági épületeket, kerítéseket, kapukat, mindenfélét, ami néprajzi szempontból fontossággal bírt abban az időben is. És hát ugye ez egy olyan időszak volt, amikor ezek a házak még álltak. Tehát hogyha most ezeket megkeresnénk, akkor egy javarészüknél nem találnánk ezt a házat, hanem egy másik házat, egy modern, úgynevezett modern házat találnánk a helyükön. Tehát hogy egy olyan pillanatot csíptek el, amikor ezeket még meg lehetett nézni, le lehetett fotózni kívül-belül, sőt, ugye olyanok is vannak, amikor bontás közben csípték el ezt a pillanatot, amikor már megsemmisülésre ítéltetett a ház, és a helyét aztán később elfoglalta az új lakóház. Tehát ezt a kegyelmi pillanatot őrizték meg ezek a fotók, amelyekből egy válogatást nyújtunk most. A legkorábbi időszakban a patics fal volt itt az a fajta technika, illetve az az alapanyag lényegében, amelyik a házaknak a falazatát adta. Tehát a paticsról annyit kell tudni, hogy ez tulajdonképpen egy sövény fonatos ház, egy falazat, amit ugye betapasztottak sárral. Ennek volt egy olyan előnye, hogy a területünkön rendszeresen előforduló árvizek kimosták ugye magát a földet, a sarat, és utána ezt újra lehetett tapasztani, tehát maga a váz az megmaradt, és a későbbi időszak, az 1800-as évek második felétől, a század végétől már mindenképpen a vályog volt a legfontosabb építőanyag. Na most ezzel viszont tulajdonképpen szembesülni kellett azzal a lakóknak, a házépítőknek, hogy ezt viszont vitte a víz. A kiállításon nem csak lakóházakat látunk. Mi volt az, ami a paraszti életnek az udvaron elengedhetetlen kelléke volt, és itt az épületekre gondolok? Mindenképp az állattartás ugye hozzátartozott az élethez, tehát egy paraszti falusi társadalomban mindenki tartott valamennyi állatot, és ezért nyilvánvaló, hogy a különböző ólak, istállók,
gondolunk itt akár a disznólakra, a ló szarvasmarha istálóra, a különböző fajta tyúkólakra, ezek mindenhol megtalálhatók voltak, úgyhogy ezeknek is sikerült még megfogni azt a formáját, ami akkor még létezett, és még egy hagyományos technikával és hagyományos alapanyagokból épült. Aztán nagyon sok helyen lehetett találkozni a csűrrel, ezek ugye egy monumentális épületek, mondjuk egy deszkatyúkolhoz képest. Aztán nagyon jellemző volt ugye az úgynevezett törekes, tehát ahol a töreket, a pejvát gyűjtötték, összetárolták. Ezek is egy jellegzetes építményei voltak egy falunak, egy birtoknak. Illetve hát a kukoricagórét említhetném meg talán, amelyek többféle technikával is készültek, tehát ugye a csöves kukorica tárolására szolgáló építmények. És hát tulajdonképpen ahol még nagyobb mennyiségű állattal találkozhattunk, vagy tartottak nagyobb mennyiségű állatot, ott még speciális olyan építmények is voltak, amelyek, ha mindent felvonultattunk volna itt a kiállító térben, akkor ezek szétfeszítették volna a kereteinket, magyarul azt a teret, ami belakható egy időszaki kiállítás kapcsán. Mi volt az oka annak, hogy újabb és újabb épülettípusok lettek? Tehát, hogy az, amikor elkezdtek építkezni, időről időre volt olyan, hogy kiderült, hogy valami nem úgy működik, illetve megvoltak-e a kornak a saját építőmesterei? Annak idején a falvakban az emberek a szokások rabjai voltak, szó szerint rabjai, hiszen ha valaki ki akart tűnni a közösségéből, azt furcsának, idegennek tartották, és néha ki is közösítették a közösségből, hiszen mit akar ez az ember, miért nem jó neki az, ami nekünk van, és a másoknak. Ugyanakkor mindig egy újabb építészeti jelenség megjelenése, az újabb ácsok, meg az kőműveseknek a segítségével, vagy az ő révükön olyan épületeket is létrehoztak, amelyek később a követendő példaként szerepeltek, manapság pedig, illetve már a 20. század közepe táján második felében az emberek anyagi lehetőségeinek a javulásával igyekeztek forma szerint is megfelelni a követelményeknek. Ekkor jöttek divatba például a 40-es években a kockaházak, amelyek tulajdonképpen a kisvárosi építkezésnek a falura leszállt stílus jegyei voltak, vagy épület típusai voltak. Egyébként a felső rétegből, tehát a vagyonosabbaknak, az egyházi építészetnek, meg a nemesi építészetnek a stílus jegyei, azok úgynevezett alászállt kultúrjavakként a falvakban is megjelentek, főleg az építőmesterek építési tevékenysége révén. Kedves nézőink, ennyi volt már a Weekend. Én a kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, ugyanebben az időpontban, akkor többek között zebrákról és egy különös rablás történetéről lesz majd szó. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok önöknek, viszontlátásra!